Berki megmutatja Natinak az óceánt. Emilioé castingra viszik Vivikét. Sziasztok! Alekosz szocialista autót mutat Évának. Ezzel jártunk csajozni Buda tétényben busz megálló bátor. Nem csodálom, hogy nem volt csajod akkor sem. Kucseráik pedig korcsolyázni viszik Benét. Gyertek! Gyere, Manovcska! Jaj! Na, óvatosan! Hopp! Oh. Hoppá! Hoppá! Ennyi, nincs ebbe több. Szerinted én ülhetek előre? Ha ülhetsz előre, csak akkor a Natikát rakjuk be oda hátra. Jó? Oda a másik oldalra? Gyere, jön aztán. Gyere, Manó! Gyere, kicsikém! Aha! Ide fel! Ó. Megoldod, mert akkor beülök? Ülj, be nyugodtan. Ja, be van zárva. Mindjárt nyitom. Kizárta be ide, most. Ide kell, Natika. Nem, ide. Hova mész? Nem, ide kell, ebbe. Hogyha sok ülés van egy autóban, akkor a gyerek tud választani. Mivel ebben 7 ülés van, így sajnos kicsivel több választási lehetőség van, mint amihez szoktunk. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy azért megmutassam neki, hogy melyik lesz az ő fix helye, és be tudjam csatolni rendesen a kislányom. Most jó? Tudtam én. Fogod a nyúnyót? Megvan? Akkor adok egy csókot, mindenki nyugodjon le. Nálam is becsukod? Igen, még egy puszit is adok. Nyugodj meg, eddig meleget akartál, most meg az a baj, hogy meleg van. Nekem nem baj, hogy meleg van, tévedésbe vagy. Abszolút komolyan nem mondom, baj, hogy meleg van. Komolyan mondom, hogy egy nőnek tegyen jót az ember. Persze, azt mondtam, hogy fúj, apa. Persze. Azért, mert adott anyának egy csókedlit. Az fincsi anyának. Kösse be magát mindenki. És már mondják spanyolul, ahogy kell. Mehetünk? Uh-huh. Megyünk egy kört, jó? Hello, Mókus! Szia, anya! Gyere, sietünk! Gyümölcspüré lesz reggelire, jó lesz? Igen. Mi legyen benne? Alma. Alma van. Narancs. Narancs van. És banán. És banán is van. És még pucoltam mandarint, jó lesz így? Jó. Ez a négy. Mindig 4 félét teszünk bele. Jó. Na, légy szíves, ezt hámozd meg nekem. Jó. Ezt közben beledobom. Mandarin. Az mehet bele. Fölvágom. Az egészet lehámozzam? Az egészet, igen, és valahogy hát mondjuk ennél nagyobbat választhattam volna szemetesnek, de most így sikerült. Csak sietnünk kell, Szilván, mert mindjárt megyünk a súlyba. Tudom. Abszolút, vannak rituáléink reggel, amikor elindulunk. Hát eleve egy fél órával korábbra van beállítva az óra, mert utána mi még lustálkodunk. Ez kötelező program. Inkább 6 órára beállítom, vagy 3-4-6-ra, de utána mi még úgy ébredezünk együtt. Kész a kaja! Jó gyorsan! Jó köztem? Aha! Ezt a reggel. Nyami. Gyorsan. Ezt a kombinációt próbáltuk már? Nem. Ez nagyon finom, nem azért, mert én főztem be, ez állati klassz. Benne maradt egy akkora almadarab. Szerintem túléljük. Nyugodtan aztán tűz is van. Hello! Na, jó napot! Hello! Na most pontos voltál végre, igen, látom. Igen, mindig pontos vagyok. Persze egyébként. Pontos. Mindig pontos ezt vagyok, Alekosz. Jaj. Ugyanis az időnek ma nagy jelentősége lesz. Jaj, mert? Vedd le a sálat. Miért? Vedd le. Ma. De nem, de jó, de miért? Hát hagyatkozz rám. Most beszeretném kötni a szemet. De miért, Alek? Kapok valamit? Kérlek, Parizsarra tűnt. Várj! Ma. Új, nem látok, nem szeretek így. Biztos kapok valami ajándékot, ugye? Hát elvégre... Végre a hajamat! Ilyen még nem volt, hogy Alekosz bekösse az én szememet, úgyhogy azt gondoltam, hogy már megint valami új autót akar esetleg nekem venni. De hát azért nagyon óckodtam ettől az egész dologtól, a Lada után azért nem szeretnék még egy másik Ladába átülni. El foglak vinni egy csodálatos helyre. Ú, de jó. Na jó, remélem is, hogy csodálatos lesz. Aha. Kint van az egész mellkasod. Azért olyan hideg van. Vegyél alá föl egy pólót. Pólót? Vegyél fehér pólót, vegyél föl. Azokat tegnap ki is mostam. Kapjál fel alá valamit. Hát várjál. Hozd már be nekem. Hova teregetted azokat, amiket megkértem, hogy teregess ki, hallod? Kivittem, drágám. Kihoztam azt a kis fregoli, hogy igen? Tudod, aki kivittem az éjszakát. Mamához fölvittem? De itt a kertben, hogy kicsi lecsöpögjen, most itt csöpögjen a tiszta vízre. Hú, ez lehet, hogy nem száradt meg. Na?
Maró? Nagyon jó. Hú, de hideg van. Ez nagyon jó, Emil. Ez volt a célod? Mi? Hát mert ez kövé fagyott, konkrétan. Ne idegesítse. Ezt nem veszed fel, apukám. Nagyon szeretlek, de azért szeretlek, mert nem tudod használni az agyadat. Szerintem nincs olyan ember, akinek eszébe jutna az, hogy télen, amikor kint minuszokat mérnek, ő kiteregessen az udvarra. Hát Emilnek sikerült. Tehát ő neki nem az volt az első gondolata, hogy a radiátorra tereget, vagy éppen a radiátorhoz közel tegye azt a szárítót, hanem az udvarra, a minusz akárhány fokba. Most itt hagyom, hogyha valaki hazajön legalább a családból, akkor lássa a művedet. Így kiteregetem. Mit csinál? Hát kis meglepetést csinálok mindenkinek. De ilyen kora reggel? Hát milyen kora reggel? Teljesen időben vagyunk, készítek mi meglepít, mert megyünk a műjégre. Szívem, lebeszéltem a tesódékkal, anyukádék már hozzák haza a Belint, és megy? Indulunk a műjégre. Mi van, mi bajod van? Hova megyünk? Megyünk korizni, megtanítjuk a Belint korizni. Tojás, öt tojás. Most reggel? Szabina, ilyen reggel föl kell, fölhúzzák és pörög egész nap. Hív mindenkit, hol menjünk, milyen programot szervezzen a családnak, bevásárlás, nézelődés. Hello, ti jöttök! Hello, te gyere! Jó van, gyere be, gyere, nézd csak! Na, megjöttél. Ja, apád legalább egyből felpattant most. Kucsera András és Kucsera Andrásné Gábor szülei. Megbeszéltük, hogy ezt ékkel elmenjünk a műjégre. Igen, ezt is igen. Nézd, igen. Megtanulunk korizni, mit szólsz? Nem akarsz. Pedig az tök jó dolog. Figyelj, meglátod, Levi is úgy fog siklani a jégen. Levivel, jó? Igen. És ma milyen napod lesz, Tica? Milyen órák lesznek? Lesz környezet, anyanyelv, és még matek, testnevelés, és ez is ennyi. És magyar nem lesz dolga valamiből? De lesz. Lesz dolgozat? Miből lesz? Magyarból. Amikor megyünk az iskolába reggel, az egy nagyon fontos rész, mert olyankor mindig beszélgetünk. Néha nézünk mesét is, de többnyire beszélgetni szoktunk, átbeszéljük a napot, milyen órák lesznek, minden lecke kész van-e. Ja, délután mókus, mert előkészítettem neked egy meglepetést. Tök jó lesz. Mi? Már többször kértél engem, hogy csináljuk ezt a dolgot, úgyhogy most ma délutánra előkészülök, mire jössz a suliból, addigra előkészítek mindent, de nem mondom meg, hogy mi az a meglepetés. Majd meglátod délután, hogy mi lesz az. Ó, már gondolom. Kettő meglepetés is lesz, bocsánat. Nem egy, kettő. Na, a másodikat nem tudom. Csak az elsőt lehet. Azért meglepetés, majd meglátod, örülni fogsz neki. Nekem öröm azt látni, hogy ő várja, hogy izgul, hogy mi lesz az a meglepetés. Ez szerintem a gyermekkornak egy csodája, vagy szépsége, hogy a gyerekek olyan felhőtlenül tudnak örülni, és olyan izgatottan várják ezeket a dolgokat, hogy ezt öröm nézni. Legyél ügyes, okos, figyeljél szépen, tanítónénikre, oké? Okay? És délután találkozunk. Úristen! Mi azt az? Hát mi komoly kocsik. Nézd meg, itt. Ilyen mondjuk ilyen már volt. Uh-huh. Aha, jó ez. Pacis már, itt nekem meg kell állnom. Minek, Manó? Hogy minek? Hogy minek állok meg szerinted? Azért, amiért te megállsz a sminkes pultnál, hogy te hol állsz meg, mire? Hát mondjuk ott is, meg még egy-két helyen meg tudnék állni, de most minek szállsz ki? Úristen, te is mondjad, Natko, úristen, apa! Pamela ugye még nincs tisztában azzal, hogy mivel ez az új otthonunk, ezért ő benne még nem fogalmazott meg teljes mértékig, hogy ő mondjuk magának milyen autót szeretne. De hát ugye én azért ezt nagyon hamar lepasszolom ezt a nagy dömpert, és itt hagyom neki használatra, és hát meg kell, hogy érkezzen az első sportautó hamarosan a garázsomba. Ilyen zöld autó jól lenne neked, illik hozzá, csak? Amerikai sportautóba el tudsz képzelni? Olyan, mint egy óriás krokodil, nem? Óriás krokodil. Milyen hasonlatokat tudsz te mondani, komolyan mondom. Itt az én kocsim, tessék. Citromsárga. A citromsárga jól állna nekem, nem? Milyen volt a Christian Troynak? Az volt neki, tessék, ugyanilyen. Sárga? Aha, nem, fekete volt egyébként. Fekete volt. De volt neki sárga is. $250,000. 250 ezeret szoroz meg 290-nel. Annyiba kerül. Nem veszel semmilyen autót, fejezed be, és szambázzel ide az autóba!
Majd ezt mondom én is neked a boltba, hogy nem veszel semmit. De veszel? Nem, hogy urázzál nekem. Na, üljél be, aztán menjünk most. Vissza kell jönnöm, a citromsárgát szeretném. Ne eszed tokját szeretnéd te, Krisztián, ha nem más, eszed tokját, szóval induljunk. Ott vagyunk már? Hasra, már ott. Várjál. Na, gyere, gyere. De... Legy bízzál bennem, nyugi. Add a kezel, itt vagyok, ott fal van. Na, mikor veszed le? Úristen, mik vannak itt? Gyere még. De már nem bírom, Alek, hát olyan rossz itt. Az, amin nőjt neki. Na. Hát azért ez nem akármi anyukám. De szóljál, hogy hova lépj. Most leveszem. Leveszed? Nem bírom. Na mit szólsz? Hoppa, ez az egy níva, az egy laga níva. Az egy laga níva. Úristen! Na nézzél körbe! Hova hoztál, egy roncstelepre? Ilyen roncstelepre? Ez nem roncstelep. Ez egy nosztalgikus hangulat. Megint ilyen helyre hozott, nem igaz. Nem csalódtam a Lekoszban, igazából nem is lepett meg. Hát hova máshova hozott volna, mint a Lada paradicsomba? Nem, amerikai kocsi. Apám testvérének ilyen moszkita volt. Nézd már, a rózsaszínba menjünk már, azt még tetszik is! Egyből kiszúrtad, mi? Bele lehet ülni? Mit akarsz ezzel? Ezt hagyjuk, hogy ez a színbe, ez nem stimmel. Abban az időben nem volt rózsaszín gatyámban, nézd már! Abban az időben ilyen színű autók. De mit akarsz ezzel? Na, várja, jövök, ez nem úgy van. Ja? Na ez az. Hát mi mást is szúrhatott volna ki az Éva, hanem a rózsaszín Cadillac-et. Én úgy érzem, hogy csak szín alapján választott, de az már egy jó jel, hogyha megnézzük, tulajdonképpen ő egy Warburghoz ment oda. Ah, Isten, milyen kényelmes ülések ezek, de... Ez nagyon. Az ágyam nincs ilyen puha. Figyelj, egyébként el tudod képzelni, hogy egy ilyen kocsival elmegyünk, és nézzünk egy ilyen filmet, egy autós moziban. Na most már nézzük a filmet, ott a vászon, kérek szépen. Marra az autós tárda. Ott a csárda, látod? Tényleg. Mese autóban, színezüst, erdők során, repülünk, aszírünk tavaszán. Arany országút csillogó gyémánt során. Olyan vagy, mint egy vén szellem. Repülünk a szívünk tavaszán. Na, megvagytok? Hát ezt választotta. Ja, sárga rózsás ruháját. Azt mondta, hogy ebbe fog jönni, igaz? És most akkor nagyon ügyes leszel, eldekaroljuk még egyszer, mielőtt odaérünk? A TV2-nek volt egy felhívása, ahol tehetséges gyerekeket keresnek, és... A Vivivel együtt láttuk ezt a felhívást, és a Vivi mindig nyomon követte ezeket a gyerek tehetségkutatós műsorokat, és mondta nekem, hogy anya, majd engem elviszel oda, majd egyszer elmegyünk, úgy gondoltuk, hogy menjünk, és legyen boldog, vigyük el, próbálja meg. Akkor melyikre legyen, Vivi, most döntsd el? A Diéksukárra szeretnél? Nem, a házi tanítóbra, a Jelem-Jelem. A Jelem, de az lassú, nézd meg ezt! Azaz, na, de figyelgetni, hogy fogsz rendesen? Várjál, a szoknyát azt gyorsan kapjuk föl. Hogy nézd meg, hogy fogsz igen, tudni meg azzal, mert a szoknyával kell próbálni. 4 éves a drágám, Mozart is 4 évesen kezdett zenélni, és úgy érzem, hogy nagyon-nagyon tehetséges a lányom. Azaz! Azaz, nagyon ügyes! Már erre szerettél volna, hogy menjél? Mióta mondta nekem, mikor mondta, hogy anya, én mikor mehetek ilyen versenyre? Na, gyerekek, kapjátok össze magatokat. Szerintem most már Timit várjuk meg, mert pillanatokon belül itthon van. És akkor... induljunk a TV2-be, jó. Be a castingra. Sziasztok! Gyurica, Kucsera, Eszter, Gábor testvére és családja. Szia, Beni! Sziasztok! Nézzétek? Sütöttünk reggel egy kis muffint. Bent a sütötte? Nem, a Beni a mamáért nála aludt, és adjunk meg vele. Csengel. Nem felkelsz? De vigyázz, mert én csináltam. Nővéremékkel gyakran szoktunk, egy héten 3-4-szer össze szoktunk járni. Bölcs után nagyon sokszor át szoktam menni hozzájuk, és akkor a gyerekek játszanak, meg tudunk jókat beszélgetni. Jó van, de ügyesek volt, jó. Oda felcsücsülnek a lassan-lassan, egyik törpe, másik törpe, ügyesek vagytok. Adom. Na várj, és az jó rá? Jó. És akkor ez jó, hogy szereted a csengőt, igaz? Hát az igazából én szerintem így belebújtottuk is valahol a partán. Gyerekek, én még nem is láttam ilyen 2 évig korítam, úgy elmondom. Ez az, Manó. Figyelj, Manó. Miért? Azt, de ügyes vagy. Én is felveszem a korimat, de figyelj, szívem. Amúgy, tudod, hogy nekem nem szabad nem korítom. Az Edő bácsi meg tudja, hogy itt esek, hogy valami történik, hanem akkor az rád lesz. Bencére is rám is vigyázok, mindenkire csengére esekszel. Hát, de valami történik velem, hogy neked is kell. Megütöm magam, vagy valami. Majd vigyázzunk rá. Vigyázzunk. De most komolyan. Vigyázzok rá. Véletlenen esek, vagy valami másik? Ahogy szokott vigyázni, vigyázz. Hát akkor én biztonságban leszek, de jó. Szia, Cica. Szia, anya. Szia. Gyere, most jöhetsz. Hello. Na nézd, itt hoztam. Szia, puszi.
szeretni. Na mit szólsz? Gyere, szánkózni rá. Fogunk! Szánkózni fogunk, bizony. Elmegyünk a szánkózós dombra, ahol több a hó. A csokkal több a hó. Viszonylag kevés, de hát... Juhú! Szerintem... Anya is szeretne is volna határozni. Nem ér röhögni, mert úgy még nehezebb téged. Fölrakod a lábad. Hova, nyakadba? Nagyon szeret Marika szánkózni, és elég ritkán van ugye rá lehetőség, mert itt nálunk Magyarországon viszonylag keveset esett az elmúlt években a hó. Hát ez most sem volt másként, de minden esetre, ha egy két csepp hó vagy pehely leesik, mi már rohanunk ki szánkózni, hogy kihasználjuk a lehetőséget a résőkig. Nem az a baj, végül valamennyire tudlak húzni, csak én fogok mindjárt hazvállni. Ez nagyon jó! Remélem, ezt értékeled, mókos. Ezeket az erőfeszítik. Kész. El fogok zakkózni előbb-utóbb. Rúgja meg, Natko! Sose láttam még tenger tercegnő! Igen, hát még óceánt, nem? Mondjad anyának! Jó van, na! Igazából nincs jelentősége. Teljesen tök mindegy, itt vannak cápák, az nem mindegy. Van. Komolyan? Igen. Na ti nézd a homokat, leveszünk a pacskert! Próbáljátok ki! Biztos hűvös a homok. Meleg? Hát persze, milyen lenne? Hogy érzed magad? Dehogy! Nem meleg? Vedd le, nyuszi! De ügyes vagy, úgy vedd le egyedül. Nézd, milyen a matos, figyelj! De jó neki! Annak tudok örülni, amikor lemegyünk a beachre, akkor Natika először a homokba lép. De hát, könyörgöm, hát Magyarországon is lépett már homokba. Tehát, de tényleg akkora különbség van. Tehát tényleg akkora különbség homok és homok között, miközben ugyanarról beszélünk, de közben teljesen másképp, hogy tényleg öröm volt az, hogy ezt megtapasztalta. Oda teszed apának a cipőjét? Köszi. De hogy még itt is dolgoztatod a gyereket. Szépen. Szokja meg a rendet. Engem is a szüleim így neveltek. Én ott elrendik anyák fotót. Ott, ahol a beach fiúk, hogy hívják őket. Na, beach fiúk. Aha. Viszont piros gatyában vannak. Őket, hogy életmentők. Az, tudom, ez a feladatuk. Jó, lehet, hogy izmosak, és akkor fotózkodok velük. Jobbat tudok, jó? Abszolút tudok egy jobbat. Leveszed a textilt, fürdőruha, bemész, elkezdesz kapálózni. Ja, tényleg, és akkor még izé? Kiment. Hát, ha kimentenek. Új, itt komoly formák lesznek, nem? Hát komoly, igen, nagyon kövérem. Tehát amit azért a tévében látsz, azért a ritka. Tudod, amikor lejössz és kisportolt testű férfiak és nagyon-nagyon helyes, gyönyörű nők, azért az ritka. A bácsi elaludt. Relaxál kicsikén. Igen, hallg zenére a feje mellett, relaxál. Hát ez egy harburg. Meg se nézem, elhaladna mellettem. Elsőre voltam katona, volt nekem egy kopaszom. Ilyen színűvel, hát ilyen varburgal jár, de hasonló színűvel, a zölde. Összetörte egyszer. Kiment a laktanyába, kilógott. Jött hajnalban, hazacsajozott, össze volt át, ugye törve. Hát ilyet nem fogadnék el azért. Nők, mindig a nők. Ó, hát a tankapityú barátom, kérlek szépen, neki volt egy ilyen Skodája. Ezt két színbe gyártották, kékbe, meg ilyen pirosba. És a zsír új, ez nem is volt neki kék volt, és erre fele jártunk, képzeld el vele. Ezzel jártunk csajozni, Buda tétényben, buszmegálló bárhol. Nem tudom, hogy nem volt csajod akkor sem. Abban az időben, neki ilyen volt, Ilyen az volt a menő. Hát azt nem hiszem. Úgy éreztem magam, mint egy teremőr. Tulajdonképpen vagyonőri hangulatba kerültem rögtön. Megfordult a fejembe, hogyha én itt teremőr lennék, milyen jól is érezhetném magam. Trabant 601-es. Jó, Trabantban. Engedd meg, hogy bemutassam, mert... Trabant 601-es. Mert Trabantban ülni, tudod, élvezett. Elkövettünk mi ezzel, te? Ó, hát ez legenda. Legenda, nézi alája. Ez a legrosszabb autó. Gyere ide, segíts egy kicsit, gyere. Hát én most hideg van. Nem, föl kell rakni a kereket. Hát rak föl te. Hát segíteni kell, gyere. Hát rak föl, hát hopp. Na hát engedd el, hát föl kell kinyízni a Trabantot. Jó, ne mozgassa, csak tartsad. Fú, na nézd meg. Tartsad már meg, hát nem hiszem el, hát komolyan mondom, hát. Én nem tartom. Abban az időben éltél volna, mi lett volna veled, ha lerobbansz? Ez a sorszámot, a végén is fotó készül a sorszámmal a pisztán. Jó, köszönjük szépen. Ott foglaljatok helyet. Kides és ügyi tervezést. Nagyon szépen köszönöm. Ezt jó, ezt így megfogod óvatosan? Jó, mert erre vigyázni kell, jó? Még soha életünkben nem voltunk semmilyen tehetségkutatón, egyikünk sem érezte magába azt a késztetést, hogy indulni kéne, tehát Vivi volt az úttörő nálunk. Hát ötözési lehetőség van. Természetesen, itt a karaván mögött meg fogjátok tudni oldani. Nagyon jó, szépen köszönjük. Na, gyere Vivi, kezdődött ezzel. Hát azt hoztam. A ruhájáddal hoztad a kocsiból, direkt szóval a csomagtartóban. Na jó, van, hozzon akkor. Hozd már be meg a CD-t is akkor, jó? CD-t is? Jó. Jó. Csak sielsapu. Sielsapu, mert fel kell öltözni. Elnézést, egy két perc, és megkihagytam a CD-t. Köszönöm. Várjátok, pont a gyereket, mert én nem merem megfogni. Várjátok,
Gyere, Gigo, menjek veled! Csak szarj szabad így! Engedem! Nem kell! Te mész így? De várjál, én nem merek menni! Meg magától! Futass, Görkor is Cindy! Gyerünk, Cindy! De gyerekek! Nem jó, fel kéne robázni a jeget! Mit? Ja, mit csinálni? Tudjátok, a hoki meccseken a robával csinálják. Volt két hoki meccsen életében. Mit mondja Fehérvára? Visszajöttem a katandúra. Először azt hiszem, traktor. Mi az a traktor? Azt egy traktor megy a robára, hogy ez egy traktor. Nem. Úgy megyek, mint egy amatőr, de semmi. Mennének ezt fog tetszeni? Nem is a sport miatt mentünk el meg, hogy aktivitás legyen, hanem is szeretem, hogy a Bence mozog meg levegőn van. Nagyon édes volt látni Bencét, illetve Csengét, hogy nagyon élvezik, nagyon várták a jeget, és nagyon ügyesen mozogtak. Gyerünk! Úgy a lábad oda, föl, azaz, és mehetünk! Csak óvatosan fogja. Hát nagyon állat! Tetszik? Tetszik! Akkor menjünk! Néha egy kicsit más dimenzióba kerülök, amikor ilyen obis játékokat találok magamnak, úgyhogy én rettentően jól éreztem magam a műjegfáján. Mondom, hogy nem esetek el! Na, mutasd, hogy kell találni, fiók! Fogalmam nincs! Figyelj, megoldom, figyelj! Rossz vagyok mindenben! Nézd, egyik láb, másik láb! Voilà! És kész vagyok! Na, itt egy kicsit már megy. Élvezd nagyon, mert nagyon nehéz húzni. Juhú! De rendes gyerek van. Igazából, hogyha egy szemernyi hó nem lett volna, már akkor is megérte az, hogy rángattam ott szegényt a szánkon, mert annyira örült és annyira tetszett neked, gurgulázva kacagott. Hogy sorsunk ezzel a szánkon. Na figyelj, hátul. Nem. Kész, feladod? Feladod? Szerintem te maradj rajta. Te maradj, én vagyok itt szerintem az, aki itt megakasztja a dolgokat. Ülj rá. Ráültem. Itt. És akkor húzd lefelé. Hát, de nehogy meginduljak. Na, de utol, halljál valami meg. Na gyere, na így már jó. Hát, ha itt elindul. Juhú! Jaj, jaj. Nekem szánkot se kell. Páskát elhagytuk. Apja! Apja! Hú, szánkozol! Az édes élet pár perc múlva folytatódik. Fogjad! Juhú, de hideg! Nincs kettőnk! Én menni tudok, gyorsan meg! Vissza négy, vissza három! Kettes, jobb, kettes, éles! Szigorú, 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 szigorú! Mú, mú, mú! Gyere, szívem! Gyere, apa! Csodálatos. Nem kell félni, csak víz, jó? Gyere, nagyon anyával. Jó életem. Gyere! Júj, de jó! Nem kell félni, gyere, Manó! Gyere, nézd apát! Figyelj! Nézd meg! Apa is itt van. Natika rátalált az óceánra, de még nem tudja, hogy az az óceán. Úgyhogy óriás cuki volt. Féltem, hogy nem fog belemenni, hogy hidegnek találja a vizet, de szerencsére a 28 fokos hőmérsékletű tenger az számára jelen pillanatban megfelelő. Gyere ide! Nagyon jó idő van, nem? Igen, gyönyörű idő van. Jó, itt vagyok. Igen? Jaj, de örülünk. Na, mit érdel? Milyen jó? Furcsa? Fogjad! Oké, megjöttünk végre valahára. Végre? Itthon vagyunk. Ez az. Na, itt még van egy pici hó. Akarsz még egy kicsit hógolyózni? Igen! Hóangyalt! Csináljunk hóangyalt! Igen! Helyesebben te csinálsz hóangyalt! Ne! Ezt jól nagyon fázom! Gyere te is!
Jaj, de jó kis angyal. És de jó, hogy nem nekem kell csinálni. Amikor így látom Mollikát, hogy ilyen felhőtlenül örül, és boldog, és kacag, akkor bármit elviselek. Tehát akkor lefagyhat a lábujjam, az se számít. Nézd már meg, Mókus, barátod kesztyűt. De hogy lehet ebből? Ebből nem nagyon lehet. Hideg. Hát hideg az egy dolog, mert hó, milyen legyen szerencsétlen. De hogy lehet-e belőle építeni? Lehet. Nem, csak de hideg. Nincs kesztyű. Neked van kesztyű. Annyi neked. Na, tessék a porhóval. Uramas Isten. Mi az? De hideg. Nagyon hideg. Nem baj. Szerintem menjünk be. Még egy meglepetés vár rád. És az meleg meglepetés végre. Szuper! Emma, még egyszer nem esek el! Mi lenne, ha vigyáznátok kicsit a Bennyre, mi meg elmegyünk egy kicsit. Jó, vigyázzunk! Benni, hogy kockából nem esetek meg! Hallottad? Arra most igazod, szívem! Gyere, csak menjünk! Olé! Mehetünk! Let's go! Azaz! Azaz! Jó? És most átbújjuk a honnodat! Figyelj! Bújjok! És jövő! Megállni sose tudtam. Jaj! Tudod, hogy álltam mindig meg? Mentem a szélén, vagy befaroltam, de én mindig így kicsúsztam utána valahogy. Elég könnyű befarolni, csak így. Szabi igaz, igen, ő szeret visszamenni, így a egy kicsit pár évet visszamenni, lemenni a gyerekek szintjére. Farolgatott, primadonnázott a jégen, szóval nagyon élvezte. Szerintem jobban élvezte, mint a gyerekek. Én menni tudok, jó sem, eh? Nem baj, stabil az izomlásztól, komolyan mondom. Aki, én ennyit életemben nem estem korizás közben. Na hát ez azt látod. Na így néz ki egy tipikus, klasszikus rally autó. Érdi Tibor rangalászló ilyen elment, ez egy zasztava, ez egy orosz. Ezt nézd meg. Fogd meg a bika szarvát. Szuper. Tudod, hogy ugratott ez valamikor? Gyere, nézzél meg. Azt a mindenit neki, oda néz. Oh. Bukó csövek is vannak benne, jelen ebben nincsenek. Úgy éreztem magam, mint Ferjánc Attila. Fönt voltam a Bakonyban, ugyanis ott szokták megrendezni a Bakony Rallyt, ahol én már régóta részt szeretnék venni, csak meg nem jutottam el odáig. De hát amikor körbenéztem, én éreztem a bakonyi hangulatot. Vissza négy, vissza három! Kettes, jobb, kettes, éles! Szigorú! Na, te vagy a navigátor, bal hármas! Bal kettes! Fordulj, jobbra! Első gyors, második gyors! Na, gyere! Ó, figyelj, hát ez... Tudod, hogy mentek ezzel? Nem is gondolja az ember ezek az autóból, mit kinek hoztak. Mosolyog. Köszönöm szépen. Nagyon ügyes vagy. Nagyon köszönöm. Köszönöm, figyelj, apára. Nyugi, semmi. Izgulás, bemész. Te már 550 ezer volt a színpadon. Mamával is, apával is. Úgy, gyere, így van, lányom. És nagyon ügyesen, letárgyalod, jó? Tudtam, hogy felcesztem. Istenem. Most el. Nézd meg. Ott hagytam a CD-t, Tina. Tudtam így utólag, hogy ez egy nagyon rossz döntés volt, hogy rábíztam, mert hát a CD-t megint otthon hagyta. Tehát ezért van az, hogy inkább, hogyha bármilyen fontos feladat van, vagy bármilyen dolog, amit hoznunk kell, az a biztos, hogyha én teszem el. Nincsen CD, szerintem meg tudjuk oldani internetről. Hát itt lesz a mikrofon. Sziasztok! Castingvezetővel. Sziasztok! Gonyári Edina, casting direktor. Neved? Vivi Edoa. Jó, nem kínozlak tovább. Akkor így csikém zenét, és akkor nézzük. Úgy. Akkor itt van víz, akkor rúgjál be. Látod? Ja, rengetegen vannak. Nagyon, de nem baj. Jaj! Nyuszik a kezed, nyuszi! Még egyszer. Apáit is fog meg. Úgy. De tök jó emberek vannak itt, nekem tök szintű mindenki egyébként. Persze, mindenki integet, mindenki köszönget, mindenki kedves. Igen. Meg úgy, meg nem az, hogy simán rád néznek, belemosolnak az arcodba, köszönnek. Igen.
arra gondoltam, hogy itt is kellene nekem valamilyen extra dolgot csinálnom. Mint például itt is szeretnek lenni? Micsoda? Itt is szeretnek lenni? De, nagy dolgok az nem az, hogy szeret vagy. A sport teljesítmény. Valamelyik nap átúsznék a Bahamákra. Arra gondoltam. Jó van, Hanó. Miért? Nekivágnék. Miért? A Balaton már átúztam. Ez a nagy Balaton. Aha. Nem? Kicsit ez nagyobb. Na nézd meg. Na, tessék. Vízimentők. Látod? Nekem kedveznek. Csaj van. Várj, be is rohanok, hát ha kiment. Hajrá, Manó. Na, vártad az izmos pasit, erre nekem kedveznek. Látod? Hát igen. Csaj. Na, most neked kell megkeresni a meglepetést, jó? Vajon hol lehet? Nem árulom el, hogy hova tettem, meg kell keresned. Meg az se, hogy milyen meglepetés. Semmi szokatlan, sehol? Nem. Trambulin alá mondjuk. Ott sincs. Na, nem is tudom, hogy van-e egyáltalán meglepetés. Csináltam valamit, vagy nem? Nincsen. Na, hát még nem néztél meg mindent, úgyhogy még egy picit keresgéljél. Muffin! Ja, muffin! A kedvenced! És nézd meg, milyen szépen kidíszítettem neked. De szép. Azért készítettem meglepetésre muffint most, mert imádja ezt a csokis tésztát, ezt nagyon-nagyon szereti. És nálunk ebből mindig van egy rakat a fagyasztóban is, tehát ő pontosan tudja, hogy ha megéhezik, és én éppen nem érek rá kaját csinálni, akkor csak kiveszi, megmelegíti és megeszi. Nagyon finom. A csoki is pont a kedvenced. Csinálj nekem ilyet, süssünk ilyet. Süssünk még ilyet. Szeretnék vinni. De a gyereket meg az iskolába csináljuk még? Hát jó, de elég sokan voltunk. Ó, be lehet menni? Ne menj be, hát ezzel, ne, ez inkább nem menj, ez le van zárva. De nem biztos, na. Haló? Tudod, mik voltak ezek régen? Lángosos büfék, a palacsintát meg a lángost ezzel ádulták a Balatonon. Itt a kis ablakon volt a hölgy. Csokolom, kérek egy vaníliás lángost. Vaníliás lángost, mert félrebeszélek. Csokolom, kérek egy sajtos tejfölös lángost és egy kukoricát, ne is bitte! Szeretem az ilyen szituációkat egyébként, hiszen minden évben Balatonra mentünk a családdal, és ott mindig ettünk lángost, pattogatott kukoricát, főtt kukoricát, fagyit, és teljesen az jutott eszembe, és olyan állapotba kerültem. Na, az micsoda? Ez egy kemping biciklite. Nem az. Hát? Ez valami, ez tudom mi, ez valami horgászos tud. Óvatosan menjen bele. Nézd, már benn van egy ágy! Lastan! A fővill lesz. Ez micsoda, Alek? Na ezt mondd el, hogy ez micsoda. Ez a tudsz. Ez egy lakó után futó. Már meg is etted a lángost, elég hagyma illatú vagy. Lassan! Tök ilyet nem, nem láttam, most sátor vagy után futó, vagy ilyet? Kemping? Én nem tudom, de... Kemping biciklire vigyáztam, hogy valószínű kemping, mert előtte van a kemping bicikli. Nem tudom, hogy szálljak ki. Úgy. Na. Oda néz, ott a bográs, elég kicsi, nem? Fűben a leves. Ricsi, megállítod egy kicsit a zenét, hogy nagyon ügyes vagy, úgyhogy szeretnék mindenkit megkérdezni, kapcsolják meg a Vivit. És akkor is táncolnál nekem, hogyha anyáik kimennének? Itt megállunk oldalt, hogy ne zavarjunk tégedet, hogy tudjál rendesen táncolni. Igen, mert azt látom, hogy nem akarsz nekünk táncolni, csak anyának meg apának. Úgy csinál, mint ahogy a színpadon szoktad mamával, oké? Töröm ki a csípődet, és csak a néninek, úgy, ahogy mama meg a színpadon meg apa csinálja, oké? Oké, pacsi. Én láttam azt rajta, hogy bizony azért zavarban volt, mert azokat a bevált kis figuráit, amiket otthon szokott, meg amiket otthon táncol, azokat most nem vetette be, de hát nagyon aranyos volt, és én egyszerűen elolvadtam tőle. Szerinted ügyes? Szerintem így jobban megy neki, hogy nem vagyunk ott. Aha. Ha mi ott vagyunk, akkor az ő zavarja. De most engem zavar, hogy én nem látom őt. Be kell nézzem. Megállíthatjuk a zenét, Ricsi. Jó, akkor... Nagyon ügyes voltál. Nézd meg, ez valamilyen bajnokság. Bajnokság. Egy-két öreg azért le van száradva szépen. Ú, kiütötte. Na ez a lényeg, gyere nézzel. Ott van az a piros golyó, az az öcsi.
Látod? És most dobja a nő, és ahhoz kell minél közel. Ó, nézzek, kongratulálok. Én ebben jó lennék. Ebben jó lennél? Mm-hmm. Hogy első vagy, vagy be se szállnál? Hello. Hello. You okay? Yeah. Yeah, very good, thank you. De cuki, úristen, szeretnek minket. Persze. Itt azért azt gondolom, hogy minden náció és mindenféle embertípus megtalálható, úgyhogy szerintem egy óriási mozi, tehát kijövünk, és akár órákig el tudjuk nézni a különböző nációkat. Miközben jól érezzük magunkat, és néha belemártjuk a testünket a 27-28 fokos óceánba. Hova mész ma? Nem mosom a lábam, hogy kell? Nem itt van, valahol ja. Nézd meg! Hát a legó... Kicsim, nézd, értelemszerűen van ott három darab gomb, tehát és három darab csap. Akkor ha egy, az a felső. Ja! Gyere! Gyere, gyere tedd ide a lábam! Érdekes egyébként, nem? Hogy mindenhez kellek. Na, ha felek, hogy nem is jól csináltad. De azt meg akartam neked mutatni. Jó, oda kell papu. Voltunk már együtt tengen parton? Jó, voltunk fel. Na, elég. Milyen szerelmes voltam beléd. Menjél apához. Hol? Maldivon. Ja, tényleg. Tojásai, na menjen. Oké. Okay. Ügyes, és akkor most más nem kell bele, ennyi. Légy szíves, kell. Aha. Megyen egyszerű. Ki is lehet önteni? A többi az már, mert most kérlek szépen keverd össze. Ismered összegépet, láttad már? Hát persze. Mi ez? Nem tudom. Na ezzel fogjuk összekeverni. Várjál, segítek egy kicsit. Tudod mit? Addig adok neked egy másik feladatot. Itt a muffin tepsi. És légy szíves, most szakadjál el a muffin, jó? Majd kapsz a másikból. És ebből a papír kapsziból, légy szíves, tegyél mindegyik klubba egyet. Okay. Jó, egyet. Az, hogy közösen készítünk süteményt vagy főzünk, az abszolút jellemző ránk. Azt nem állítom, hogy ő végig ott áll mellettem, mert nyilván kisgyerek, tehát hamar megunja, de nagyon szeret kuktáskodni. Tehát az érdekesebb műveletekben mindig bevonom őt, mert azt nagyon szereti. Okay. Kész. És most hányan vagytok az osztályban? Na jó, még majd lesz egy tepsi. Még lesz egy tepsi a végén. Figyelj. Most tényleg, hagyd ezt. Megvár, nem fogom elenni előled, jó? Rendben? Kis éhező gyerekkel. De hangyák neveznek az asztalra, hogy megeszik előre. Hangyák? Ez mi? Fagyiskanál. Fagyiskanál. Azért fogjuk ezt használni, mert ezzel lehet a legjobban kimérni. De figyelj, több komolyságot. Ez nagyon komolyan. Merjed Schengen, eljön. Figyelj, a papír, ne ezt meg. Jól tudsz muffin sütni. Figyelj, a lányod letesztelte, állítod a nagyon jó muffin sütötte. Sőt, a papírja is jó, reméltem, ő vette meg. Várja, mert ezzel is leszi a papír. Lecsekoltam a cseng az egész doboz már. Figyeljetek, szerintem olyan jó programot találtunk, ez tök jó családi program, ezt mivel közösen, ezt legközelebb is megbeszéljük. Ja. Jó volt, jó volt. Nagyon csinálunk ügyesek ilyen családi programot. Nem, ügyes voltál nagyon, hogy igen. Meg a csenge is, hát a csenge nagyon ügyes volt. Csenge, hol korizni? Hol korizni? Okay. Utasd meg. Tök jó, hogy én is törtem össze magam, a Gábornak a fogai is megmaradtak, a muffinnak is sikere volt, úgyhogy én boldog vagyok. Azt hittem, hogy kicsit jobb leszel azért. Nem tudom, mi volt ma veled, gyerekek. Lehet, hogy lámpalázos voltam. Milyen ügyes vagy, ahhoz képest nem arra. Lámpalázos voltam, vagy nem tudom, zavarba jöttem tőle. Kettőzös is volt? Hát ez jól számolod, kettő. Nem tudom, hát ez a mai nap, ez nem az én napom. Izomlás, hát mellé most jön lesz egy fájás és egy fájás. Sörőbe járunk, és akkor jobb lesz. Ma megmasszírozlak este szívem. Jó. Ezt a részletet nem akarjuk tudni. Menjetek együtt edzeni majd legközelebb. Az a mániá ez az edzésre. Jó, ha vegyük. Ma este bemegyük a városba edzenék. Azt próbáljátok meg. Az. Kis kardioedzés. Kis kardiózunk. Kicsit lábmozgást tudod? Adunk mi nektek olyan kardioedzés. Köszönöm. Időben jön. Lehet otthon is kardiózni, gyereket emelgetni ki a kádból. Én emelgettem, kocsolyáztam. Itt voltunk. Este jár, ha valami. Mi van, Kacsa? Tudod mi? Egy kis tente, jó? Kisfiam, egy kis tente jár, az jár neked. Miért nem tudom ezt elhajtani? Hát le vagy szegezve. Hol? Ja, most nézve. Idétlen kecid. Ó, de ezt mire használták, Alek? Nézd meg ezt a feliratot. Tiszta udvar, rendes ház. Ezt orvosok adták, házi orvos adta ezt. Kiment a papához, körbenézett már mindjárt, hogy mi van. Lefogta, amit köl. Ezt akkor ráadta a házra. Aki ilyet kapott, azt irigyelték az utcába. És kiment ilyennel? Ilyennel. Öreg apát. Jaj, de ezt mire használták? Áruszállítás. Futárszolgálat volt ez 70-ben. Tejet, kenyeret, vizet adta függ. Úgy érzem, hogy haladok, még egy-kettő, legfeljebb három hasonló alkalom, és az Éva már nem akar beülni luxusautókba, hanem az Éva már csak is Ladával, adott esetben Barkasszal vagy Warburggal akar majd közlekedni. Hát ez már milyen csicsás, nézd már meg a lekoszt. Itt valami nem stimmel ezt. Valaki úgy próbált biztos csajozni, hogy befogta ezzel az egésszel, hát ha jobban felfigyelnek rája. Ez egy műfű, a terepasztalomra szoktam ilyeneket rakni. Ezt tudod, hogy minek akarták szerintem, mint hogyha olyan muhának tűnne, nem? Nem olyan? Lehet, hogy azt gondolt, hogy melegebb lesz az autó, ha befogja ezzel. Hát lehet. Na gyere, nézzünk befele. Jó. Menjünk előbbre. De azért nem semmi, ez egy komoly témám ezt.
Hát valaki szereti ezt csinálni. Olyan kellemetlen, de úgy a jelentkezési lapot megnéztétek, amit ki van rakva az oldalunkra is, meg itt is, mindenhol, meg a tévében is. Vagyok, annyira örültem, hogy van egy ilyen tech-chat kutató, elindultam és hoztam őket ide, nem néztem. Nagyon meg. Aranyosak vagytok, hogy én azt nézem, hogy a Vivike még nincs 5 éves. Nincs. És 5 és 16 év közötti a korhatár. Aha. Nincs mesek. Ne haragudjatok. De hogy haragszom, aranyosak így, voltatok. Így sajnos nem tudom őt a műsorban semmilyen módon megmutatni sem, meg semmit. Eljött az igazság pillanata, hát igen, apuka nagyon örült a TV2 tehetségkutatónak, igen, de hát egy évvel előbb jöttem, mint kellett volna. Már volt olyan, hogy előbb mentem fellépni egy héttel, hát most előbb hoztam a lányomat egy tehetségkutatóra. Na hát... Nagyon ügyes voltál, Vivi. Annyira örültem, nézd meg, mi van kírva. Jelentkezés. A jó, majd te az anya, nagyon ügyes, fent belőle, ha elmúlt éves. Ezt nem is néztük. Picikém, szerelmes, gyémánt kincsi apucina. Jövőre jövünk? Jövünk. Na, nagyon akkor. De nagyon ügyes voltál, én olyan büszke vagyok. Menjünk haza. Menjünk most már haza? Jó. Menjünk. Fáradt vagy? Nem fáradt. Igen. Nyilván, gyere, otthon nem masszírozom a lábadat, jó? Szép olajjal, jó? Egy olajmasszázsokkal. Gyere. Puszi. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen köszönjük nektek. Szépen. Sziasztok. Segítesz nekem, vagyok tücsörök továbbra is a pulton? Na figyelj csak, most már egy picit kihűltek a muffinok, és úgy fogjuk, hogy ilyen legyen. Ehhez ezt te fogod beborítani. Ezt a cukormázat fogjuk használni. Ezt te fogod beborítani. De figyelj, nagyon könnyű nézd. Így bele látjuk teljesen. Így. És utána gyorsan megszórjuk a szívecskével, vagy amivel szeretnéd. Aki. Okay. Mert elég gyorsan köt. Fú, de jó lesz. Ki fog neki a legjobban örülni szerinted? Én. Igazi gyerek vagy. Én igazi gyerek. Neki örülni okay, a legjobban. Marad itthon neked egy pár. Yeah. Nem adjuk oda minket, jó? Az jó. Mi köztünk nagyon szoros a kapcsolat, de nem csak Mollikában, hanem az egész családban, minden családtaggal. Én is ezt tanultam anyukámtól. Én anyukámat is felhívom naponta egyszer biztos, de inkább kétszer. És így a gyermekeimmel is ezt próbálom megvalósítani, és ez nagyon jól működik. Hú, tiéd a nagyobb tesó. Nagyon finom. Ugye jó. Nagyon finom lesz. De örülök. Na, filmet kapnak holnap a többiek? Köszönöm, hogy segítettél. Nagyon ügyes vagy. Na, ismerkedj az új barátaiddal. Nati, ne lepődj meg, ha a szigára nem válaszolnak elsőre. Suki, mondjál magunkban, milyen bunkók vagyunk, hogy messze lenne a gyerek, nem? Igen, az egyébként biztos. Szerintem itt nem tudom, hogy Amerikában lehet-e. Ezt meg kell kérdezni. Jó, ne a holdestől. Figyeld. Ja, neki nincs vödre. Majd mindjárt szerez magának, ne aggódjál. Hopp, mindjárt el is veszi, ami kell neki. Körbenézek, mekkora apukák vannak. Hogyha elviszi a gyerek a játékot, akkor kivel kell megbirkóznom, ki lesz az apuka. Jó, csak anyukák vannak, csinálnak jön. Natika attól felé, hogy teljesen új világot ismer meg, és új embereket találkozik. Ettől felé, ő nagyon könnyen ugye, alkalmazkodik számára, természetes. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Pamela mikor fog először kimenni arra a műfős területre egyedül, a Natikával, pokróccal és élelemmel, és beilleszkedve beszélget az amerikai hölgyekkel vagy anyukákkal, mint ahogy ott nagyon sokan is tették. Figyelj, apát! Hopp, figyelj! Nézd, hogy ki látja, hogyha elveszi. Igen. Figyelj. Nati teljes transzba van. Holnap az édes életben berkék, krokodilokat, vagyis inkább aligátorokat nézegetnek. Itt néz csak, itt a szeme. Hú, de cuki. Curtis gyerekekkel edz, hogy kikapcsolja a negatív gondolatokat. Emil dobórát tart, családja dobhártyája pedig megsérül. Állj! Ezt ti komolyan gondoljátok? Mit? Éva felidézi gyerekkori emlékeit, és meghatódik. Olyan jók ezeket látni, ezeket a játékokat. Már olyan boldogtalan vagyok, és akkor voltam igazán boldog. Kucsera Gábor pedig Bárdosi Sanyitól kér életvezetési tanácsokat. Lehetne belőled egy frankó kis bunyóság, őszintén mondom.